Mi nem egy a Ferencváros búcsúztató Real Sociedad az Inter ellen. Köszöntök mindenkit. A San Sebastiani 0-0 után itt Milánóban folytatódik ez a párharc. Nem dölt el semmi az első meccsen. Nyilván azért az Inter, amely az Európa Liga egyik nagy esélyese hazai pályán, azért nyilván nagy esélyes itt a Real Sociedad ellen, a San Sebastianiaktól pedig valami óriási bravúr kéne ahhoz, hogy ott legyenek az elődöntőben, és többek között az Intert kiejtsék. Ugye velünk egy időben rendezik többek között a Napoli Sevilla rangadót, és mi viszont ezúttal az Inter Real Sociedadot mutatjuk meg innen a legjobb 8 közül, jöjjön az Európa Liga himnusza. És akkor nézzük a két csapat kezdőjét, ami az Inter együttesét illeti. A kapuban majd Onana véd, Acerbi, Defray, Skriniar a védelemben, Di Marco, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries a középpályán, előtt pedig Martinez, illetve Lukaku a két támadó az Internél, amely ugye pont spanyol csapatot búcsúztatott a nyolcad döntőben, a Valenciát. És ugye ne felejtsük el, hogy az Inter spanyol csapattal volt egy bajnokok ligája csoportban. Itt nálunk az Atletico Madrid, de volt többek között az Inter csoport ellenfele, de hát az Intert a csoport körben megelőzte többek között az Atletico Madrid és a Dortmund is, az Inter csak a Benficát tudta megelőzni, így tehát az Inter átkerült az Európa Ligába, ahol a Valenciát búcsúztatta, most pedig egy újabb spanyol csapat, a Real Sociedad érkezik ide Milánóba. Oyarzabal, Sörlot, Porto elől, Silva, Merino, Rafinha a középpályán, Rico, Lenormand, Elustondo és Gorazabel a védelemben, a kapuban Ramiro. A Real Sociedadot láthattuk már ugye a csoportkörben az Union Berlin ellen, ahol topligás ellenfele volt a Real Sociedadnak. Azon a berlini meccsen Schäfer két gólt szerzett, de 4-3-ra nyert a Real Sociedad. Illetve ugye a nyolcad döntőben a Ferencváros volt a Real Sociedad ellenfele, és hát ezért a magyar bajnok nem tudta megállítani a Real Sociedadot, így végül nem jutott be a Ferencváros ide a negyed döntő, vagy aztán az Interrel meccselhessen. Hát meglátjuk a Real Sociedad, mire megy itt az Inter ellen idegenben. 0-0-ról folytatódik a párharc, hiszen ennyi lett az első meccs is, úgyhogy tulajdonképpen az első meccs eredménye az nem befolyásolja annyira ezt a találkozót. Lukakunál a labda, nem teszi tovább Dumfriesnek. Ugye, mivel vannak ilyen nagy rangadóink, mint Napoli, Sevilla, vagy ugye majd az esti közvetítésünk Róma, Tatanem, nagy ágyuk búcsúzni fognak az Európa Liga nagy döntőjétől, az biztos. De hát így is azért vannak itt nagyon nagy esélyes és favorit csapatok. Ugye van egy Fiorentina-Aston Villa párharc, és azt se felejtsük el. És most itt meglátjuk, hogy az Inter tudja elhozni papíron a kötelezőt. A negy döntőben Dumfries passzolja Lukakunak, és Lukaku el tudna menni, de végül Merino állítja meg. David Silva teszi tovább, Sörlót vissza, Merino, ez viszont most már az Interé, Brozovic, Lautaro Martinez, ebbe belekapnak, és végül így ez Rafinhaé. Rafinhát megtámadják, Elustondo, Rafinha, Gorazabel, cselek Gorazabeltől, és ezzel most megléphetnek a spanyolok. Ajj, de nagy kiugratás. Porto mehet 1-1-ben. Porto zicsere, és Porto belövi. A 19. percben vezet a Real Sociedad. Hát itt a meglepetés. A párharc első gólja a második meccs 20. percében a baszkoké. Porto góljával kiesésre áll most már így az Inter az Európa Ligából. Hát ez nagy meglepetés, hogy ezért az Internél már az csalódottságot okozott, hogy az elmúlt két idénnyel ellentétben nem jelent meg az EBL 8-at döntős. Hát a mi rövid 3 éves gameplay történetünk során eddig csak most először fordult elő, hogy az Inter nem a BL-ben kezdte meg a tavaszi folytatást. Hát egy kört ment az Inter, de most kiesésre állnak a Sociedad ellen. Itt az Európa Liga negyed döntőjében. Ugye a legnagyobb sikerül 2 év az EBL negyed döntője volt nálunk, akkor a Bayern volt a végállomás, tavaly meg ugye a 8-at döntőben szintén az EBL-ben a United. Hát most egyelőre Real Sociedad ellen úgy néz ki idén nem csak nálunk a BL-ben, hanem az Európa Ligából is búcsúzhat az Inter, de nagyon sok van még hátra, és valószínűleg ezt azért
nem fogják annyiban hagyni a milánóiak. Csahanoglu, ott is van a helyzet, Barella! Remek védekezés a baszkoknál, Rafinha, David Silva. És hát nyilván akár az egyik meglepetés csapata is lehet az idei Európa Ligának. A Real Sociedad, hogyha most összejönne az elődöntő az Inter testén keresztül. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen csapatok csatlakoznak a mezőnyhöz. Porto, meg egyáltalán ott lesz a Sociedad. Porto mellé! Szépen csinálta ezt Porto, aki egyelőre a győztes gólt, vagy hát a vezető gólt szerzi a Real Sociedadnak. Ebben a párharcban egyelőre ez az egy gól dönt. Oyarzabal, de még van hátra egy óra. Oyarzabal középre. És még mindig ott a helyzet, Onana védi szörlőt lövését. Nem játszik rosszul a Real Sociedad, sőt, az 1-0-ás előny tudatában is elég jól játszanak a vendégek. Jön a szöglet, ami kicsúszik, ott van még mindig Porto lövi el, Onana véd, és még egyszer! Porto könnyen lehet, hogy Porto könnyen duplázhatott volna. Dumfries, ezt megúszta most az Inter. Köszöntet mondhatnak kapusoknak, André Onanának, David Silva. David Silva az jó Oyarzabalnak, Oyarzabal vissza, ott a lehetőség, Rafinha lövi el, lejön a labda, még mindig ott van Csahanoglu, aztán Onana. És nem nagyon tud helyzetet kialakítani az Inter, nem játszanak túl jól a milánóiak, ezt mondjuk az EBL meccseiken is láthattuk ezt a játékot. Hát Valenciában nagyon meggyőző volt az Inter. Most viszont hazai pályán itt a Real Sociedad ellen, hát azért hagy kívánivalót maga után a játék. Dobhatnak majd az olaszok. Ugye olasz csapatból nincs hiány itt a negyed döntőben, a 8 csapatból 4 darab is olasz. Ugye a Fiorentina, amely az Aston Villával játszik az este, a Róma, amely a Tottenhammel játszik este, illetve velünk egy időben ugye a Napoli is pályára lép a Sevilla ellen, illetve itt van az Inter is, Inter, Napoli, Róma, Fiorentina. Oyarzabal. Oyarzabal be középre. A Napoli ugye előnyről várhatta a Sevilla elleni visszavágót, az Inter pedig jelenleg most kiesésre áll, hát meglátjuk, mi lesz az olasz csapatok sorsa. És hát az Inter játékáról azért a statisztika is sok mindent elárul. Mkhitaryan jött közben Di Marco helyett a szünetben. A lövések aránya, a lövési kísérletek aránya 1-7 a Real Sociedadnak, ami azért elég sokat mondó adat. Hát rendkívül gyengén futballozott az első fél időben az Inter, ráadásul Porto révén a Real Sociedad megszerezte a vezetést, és ezzel itt Milánóban 1-0-ra vezet, és összesítésben is 1-0-ra vezet, így továbbításra a Real Sociedad. Gorozabel visszateszi Porto, ellövi, jó a blokk. Rafinha csúszik be. Ez még Oyarzabalé. Oyarzabal dobja ki oldalra Ricónak, 52. perc, Rico középre. Dumfries csúszott oda jól, Rico még. Rico ezt rosszul oldotta meg. Skriniar. Onana. Acerbi. Brozovic. Csahanoglu, Brozovic. Mkhitaryan. Csahanoglu. Lautaro Martinez. Martinez íveli fel, az jó lehet, Mkhitaryan beközépre, ott a lehetőség, és aztán fölé megy Barella fejese. Hát két lövése volt a meccsen az Internek, mind a kettő Barelláé. Sörloth, és ez végül De Frey így. 60. perc, hát már csak fél órája majd legalább büntető párbajra menteni az Internek ezt a párharcot. Lautaro Martinez, Lukaku, újra Lautaro Martinez. Barella mutatja, hova kéri, visszateszi, Lukaku jön meg, és lövi bele a blokkba, ott a lehetőség, és gól! Dumfries révén egyenlít az Inter, de les volt. Hogy a 63. percben hiába talál be az Inter, nem adja meg a játékvezető Dumfries gólját, marad a 0-1. Hát most nincs szerencséje az Internek, de feljebb volt a milánóiak játéka, Martinez lőhet fölé. Ebben több volt azért. Hát most azért izzasztó pillanatokat él át a Real Sociedad együttese, Jelusztondó Sörlótnak. De Frey aztán. Dumfries. Dumfries egyedül. Beközépre! Mit védett a kapus Remiro? Lukaku lőtt. Azt a mindenit mekkora bravúr volt. David Silva. Dumfries. Hát nem tud egyszerűen gólt lőni az Inter, érvényes gólt. Pedig a második fél időben azért sokkal jobban játszanak az olaszok. 20 perc maradt hátra. Jön a labda, Remiro is. Norman. Rafinha. Sörloth. Porto indul. Porto Acerbire vezeti rá, Porto még. Na megoldja el Porto, beközépre, rosszul. Brozovic. És még egy Inter kontra így jöhet ebből. Martinez Lukakunak. Negyed órája maradt már csak az Internek. Nagyon fogy az idő.
és az egész párharcban nem tudott gólt lőni még az Inter, érvényes gólt lőni a Sociedadnak. Martinez lő! És most sincs gól, Ramiro véd. Yelustondo hiba, ott a lövés, és ezt blokkolják. Martinez visszaszerzi azonnal. Mkhitaryan nagyon nyom most az Inter. De hát nem ébredtek későn az olaszok. Csalhanoglu, ez majd kiderül. Martinez emeli be, és nincsen gól. Szöglet lesz. A 80. percben továbbra is 0-1-nél, de van még 10 perc az Internek, és nagyon nyomnak most a hazaiak. Csalhanoglu jött le a pályáról, jön Aslani, és jön egy fejes is. Lukaku lő, és védi Ramiro ezt is. Rafinha. Hát hol volt ez az Inter a második fél időben, az első fél időben? Szörlót, szabad rúgáshoz a Szélednak. De normál végzi el, Yelustondo. Leteszi, Oyarzabal, 83. perc, Oyarzabal vissza, Merino. Na, mit csinál vele Merino? Leteszi, Oyarzabal még mindig ott van, még egyel tovább, és aztán a lövés. Jó volt a blokk. Lukaku. Martinez, indulott a szél. Mkhitaryan személyében. Mkhitaryan üres terület nyílik előtte. Itt a nagy egyenlítési lehetőség. Óriási mentés. Szöglet megint. 88. perc. Most már a hazai közönség nagyon próbálja belerázni az Intert az egyenlítő gólba. Jön a szöglet. Martinez fejel! A gólvonalról kell menteni a baszkoknak. Hát tényleg hihetetlen, mi van itt a végén. És még mindig ott van. De Frey szerzi vissza. Brozovic, 90. perc. Brozovic, lejön a blokkról Lukaku. Sarokkal tovább, Mkhitaryan még mindig nem szabadul fel a kapu. És most lő Lukaku. Ramiro tolja ki. Rico. Bele, ott az emberbe Dumfriesbe. Ez így Ramiroé. David Silva. És vége a mérkőzésnek. Bomba meglepetés az Európa Ligában. Az egyik nagy esélyes, az Inter kiesik. Inter Real Sociedad 0-1, Portugália döntött az egész párharcban, 1-0-ás összesítéssel a Real Sociedad kiveri az Intert, és ott van a negyed döntő, az elődöntőben.